A rendőrségnél kialakult helyzet az most már nem közbiztonsági, hanem egyenesen nemzetbiztonsági vészhelyzet, ugyanis rendkívül sok rendőr hagyja el a pályát, óriási a fluktuáció, és 130-140 ezer forintos fizetésekért nem várhatjuk el a rendőröktől, hogy bármikor az életüket kockára tegyék a biztonságunkért. Ugyanakkor éppen emiatt, az alacsony fizetések miatt nagyon sok rendőr másodállásra vagy állandó túlórázásra kényszerül, ami egy ilyen szakma esetében rendkívül veszélyes, hiszen kialvatlanság, fáradtság esetén a stressztűrő képesség természetesen csökkenhet. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom azonnali 80%-os fizetésemelést követel a kormánytól a rendőrök számára. Ez a járőröktől kezdve a bűnügyi helyszínelőkig mindenkire vonatkozik. A biztonságunk függ ettől a néhány tízezer embertől, ezért ez nem játék. Azt is szeretnénk, hogyha elszámolna a kormány és az illetékes minisztérium is azokkal a gyorshajtások után beszedett pénzekkel, amelyekkel éppen ma az egész ország területére Speed Marathon néven meghirdetett Trafipax akció keretében például beszednek az emberektől. Nem látjuk, hogy ezek a milliárdok hova vándorolnak, mire fordítják ezeket a pénzeket. Szeretnénk, hogyha kizárólag a rendőrök fizetésére és béremelésére fordítanák ezeket a plusz kiadásokat is. Ugyanakkor nem csak anyagi okai vannak annak, hogy kialakult egy ilyen vészhelyzet, hiszen azt is láttuk éppen nem olyan régiben, néhány héttel ezelőtt én magam posztoltam rendőröktől kapott olyan videófelvételt, amely egy ercsi cigánytelepen készült, ahol leköpik, sértegetik, emberi méltóságukban gyalázzák az intézkedő rendőröket, akiket nem véd meg az állam. Az elmúlt évek, sőt mondhatom évtizedek liberális politikája miatt ma már nem tisztelik a bűnözők az egyenruhát, és vissza kell állítanunk az egyenruha becsületét és az egyenruha tiszteletét is. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalomnak van egy olyan javaslata azok számára, az állandó jelleggel visszaeső erőszakos bűnözők számára, vagy a gyerekgyilkosok számára, vagy éppen a közpénztolvaj politikus bűnözők számára, amely szerint őket Szibériába, szibériai börtönökbe küldenénk szibériai bérraptartás keretében. A Fekete Delfinben van az ország mintegy 700 legveszélyesebb gyilkosa. Együttesen több mint 3,5 ezer embert öltek meg. Azaz átlagban egy elítéltre 5 gyilkosság jut. Azt gondoljuk, hogy így kellőképpen visszatartó erővel tudna bírni egy ilyen börtönbüntetés. Jelenleg azt látjuk, hogy a bűnözők egy jelentős része egyszerűen nevet a börtönbüntetésen, nevet azokon a büntetéseken, amelyekkel jelenleg sújtják őket, és ez pedig tulajdonképpen csak olaj a tűzre, és a bűnözés további terjedését, növekedését szolgálja. A mi javaslatunk azt jelenti, hogy fizikai értelemben a bűnözőket Szibériába kell küldeni, oroszországi, tehát egészen konkrétan oroszországi börtönökbe kellene küldeni, bérraptartás keretében. Van ilyen egyébként, Hollandia és Belgium között is van bérraptartás. Mi azt gondoljuk, hogy ne azért politizáljon ma valaki az Európai Unióban, mert el akarja fogadni a státuszkót, a fennálló rendet, azért politizáljon valaki, mert azt meg akarja változtatni, tehát hogy az Európai Unióban csak unión belüli, vagy akár Norvégiával kötött ilyen bérraptartási megállapodások vannak, akkor legyen egy olyan bérraptartási megállapodás, amelyet Oroszországgal kötünk, tehát ez a mi politikai célunk, ez nem kisebb cél, mint ahogy az elején megfogalmaztam, hogy fizikai értelemben is oroszországi börtönökbe tudjuk küldeni, nem az összes rabot természetesen, hanem azokat a kiemelt rabokat, akik például rendszeresen, folyamatosan újra visszaeső erőszakos bűnözők, szervezett bűnözői csoportok tagjai, gyermekgyilkosok, vagy ahogy az előbb mondtam, közpénztolvaj politikus bűnözők.